A kosaras lányok augusztus elején kezdték meg a felkészülést, a kosarasaink a hazai tréningek mellett balatoni edzőtáborban és felkészülési mérkőzések során is pallérozottak. A keretben volt némi mozgás, hiszen távozott a kettő center, így ezen a poszton erősítésre volt szükség. A palánk alatt keletkező űrt az Ajkáról érkező Pap Reginával kívánta pótolni a vezetőség, míg mezőny posztra leigazolták a pécsi Rausch Vivient. Arra voltam kíváncsi, hogy az a poszt, amire vásároltuk, illetve idézőjelben vásároltuk, igazoltuk őket, azon a poszton sikerül-e az űrt betölteni. Én úgy gondolom, hogy ez tökéletesen sikerült. Egy piros csoportos edzőmeccsen nagyon jó szájízzel jöttünk el, ugyan győzelem nem sikerült, de mindent megtudtunk a szakvezetés abból, hogy összefog állni a csapat, vagy nem. Az idén nyitón a BNKK egy végletekig kiélezett szoros összecsapáson egy pontos vereséget szenvedett a TFS-e vendégeként, majd az előző hétvégén hazai környezetben magabiztosan győzött 94-52-re a Kislenke kosársuli ellen. Én úgy fogom fel ezeket az egy-két pontos vereségeket, ha ez idegenben történik, az nyert meccs, hiszen egyszer jönnek ők is ide, és akkor igyekeznünk el majd ezt fölött nyerni, az oda-vissza vágóban, akkor előrébb tudunk jutni. A másik mérkőzés egy nagyon picit meglepő volt nekem is. Tudtam, hogy erősödtünk, és gyakorlatilag az a Kislenke, akitől tavaly egy vereség, egy győzelmet csináltunk, az most valamilyen oknál fogva neki nem jött ki a lépés, ezért született ez a hatalmas győzelem. A vezetőség magasra tette a lécet, hiszen az a cél, hogy jövőre már az erősebbik B csoportban, a pirosban szerepeljen a bajai csapat. A BNKK a bajnokság harmadik fordulójában most vasárnap, majd a Tata vendégeként lép pályára.